A német kormány további 50 millió eurót különített el Ukrajna egészségügyi támogatására. A pénzeszközöket bürokratikus eljárások nélkül sebesült ukrán katonák és civilek kezelésére fordítják német klinikákon, áll a német kormány közleményében. A támogatásnak köszönhetően biztonságot teremtünk a szükséges orvosi ellátás igénybevételéhez Németországban, mondta Christian Lindner, német pénzügyminiszter. A német kormány tagjai hozzátették, hogy az Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió kezdete óta már 1173 súlyosan sebesült és traumát átélt ukrán katonát és civilt kezeltek német klinikákon. Ez a segítség az emberi hozzáállás példája, és ezt továbbra is minden erőnkkel biztosítjuk, hangsúlyozta Nancy Feder, belügyminiszter.